A portugál államfő személyesen is erőfeszítéseket tesz Portugália máskor legforgalmasabb turistaparadicsoma, Algarve megmentéséért. Ez a 10 történelmi tartomány közül a legdélibb, és elsősorban a turizmusból származó bevételekből él, úgyhogy sokáig biztosan nem tudja áthidalni a járvány miatti veszteségeket. Egy étterem tulajdonos azt mondja, alig hogy megnyitottak, már be is kellett zárniuk. Azért fektettek be egy csomó pénzt, mert azt remélték, hogy ez egy jó év lesz. Emberi számítás szerint ebben az időszakban napi 300-350 vendégük lett volna. Ezzel szemben most jó, ha 30-40 ember megfordul náluk naponta. Az államfő tanácskozásra hívta a régió polgármestereit és turisztikai vezetőit, hogy megvitassák a lehetőségeket, és jelentős állami segítséget is ígért. Egy népszerű bár pultosa azt meséli, hogy kapacitásuk 10-20%-át használják ki, ezt is leginkább este 10 után. 11-kor viszont be kell zárniuk. Algarvénak különösen sokat árt a brit kormány döntése, mely szerint minden britnek karanténba kell vonulnia, miután visszatér Portugáliából.